Szombathelyen már a 60-as években is rendeztek Szavária karnevált, ám a város 30 év szünet után csupán 2000-ben öltött újra ünnepi jelmezt. A Vasi megyeszékhely ezúttal 19. alkalommal vált élő történelem könyvé. Itt békében megférnek egymás mellett a légiósok, gladiátorok vagy a nehéz gyalogság. A szombathelyiek ilyenkor beöltöznek a többségük római öltözetbe, és azon viccelődünk, hogy nálunk a tóga és a tunika szinte már egy olyan elfogadott viselet, mint mondjuk az estéi vagy a báli ruha. A Szavária karnevál leglátványosabb részei a katonai bemutatók. Visszatérő résztvevő a Nyugati Gyepük Pajzsa Haditorna Egyesület, tagjai a mindennapjaik részének tekintik a hagyományőrzést. Ez egy olyan, de egy extrém sport, és egy kulturális dolognak a folyamatos felelevenítése. Tehát mindenképpen bele lehet illeszteni, hiszen mindenkinek arra van ideje, amire szánni szeretne. De nem csak a hivatásos hagyományőrzők öltenek jelmezt. Ildikó, kezdettől résztvevője a forgatagnak, most reneszánsz hölgynek öltözött. A karnevának létezik egy olyan neve is, hogy Ludi Szavariensis, ami azt jelenti, hogy szavariai játékok. Az is egyfajta ilyen játék, hogy jelmezt öltünk, és ezzel is segítjük egy ilyen élő történelemórával változtatni ezt a sajnos csak egy hétvégén. Akadt, aki a betyárok korát idézte meg. Ez ilyen hagyományőrző egy kicsit, és ki így, ki úgy öltözik. Volt, aki mindent magára vett. A jelmezem kérlek, hát eléggé vegyes összeválogatás. A 15. századtól a római jellegzetességig, a kelta motívumokig, a viking stílusig, az mindent képvisel. Igazából csak jól érzem magam benne. A fesztivál 400 programja között szerepelt egy Guinness rekord kísérlet is. Bánhegyi Adrián 2006-ban 330 ugrással kötélugró világrekordot állított fel triplázásból. Rekordját tavaly megdöntötték, ezért az ugrókötélben többszörös világ és Európa bajnok lány most szeretett volna új csúcsot állítani. A kísérlet nem sikerült, Adri azonban nem adja fel. Mindenképpen egy kicsit motiváló is a jövőre nézve, hogy több edzés szükséges, vagy másként kell rákészülni, úgyhogy kísérletezünk tovább, hogy mi a legmegfelelőbb stratégia. A karnevál egyik legjobban várt fellépője a Punani Masszív volt. A zenekar immáron ünnepli a 15. születésnapját, úgyhogy a 15 év alatt belefért jó pár szombathely. A Szavária karnevállal kapcsolatban nem tudom, szerintem most vagyunk először. Egy másik színpadon eközben a Furkin adott jó hangulatú koncertet, amit a közönség tulajdonképpen a helyi kórház egyik orvosának köszönhet. Elárulok egy titkot, hogy az énekesünk Andor most először elment a hangja, mert hogy valami vírus ráállt a torkára, és tegnap előtt is volt koncertünk, tehát teljesen kikészített a hangját, és ma reggel némán kelt föl. Úgyhogy nem tudtuk, hogy mi lesz, de azért eljöttünk a Szombathelyre. Az idei időutazás ugyan bezárta kapuit, de az örökség átadása és a történet továbbmesélése folytatódik. Egy év múlva a 20. karneválon. Yes! Köszönöm szépen!